elcsípod így, és még áll a növés. A korai szülőfajták már megkötöttek, a késeiek teljes virágzásban vannak. Azoknak a termelőknek, akik megfelelően elvégezték az ültetvények védelmét, nem kell tartaniuk a betegségtől és kártevőktől. Ettől függetlenül minden napra akad munka a szőlőskertben. Majdnem 100 tőke van, de majdnem 100 féle szőlő van, úgyhogy meg kell várni, mire az utolsó is elvirágzik, és akkor majd kezdem a hónaaljazást, vagy kacsodást, ahogy ki mondja, és valamikor a június végén akkor a tetejezést, hogy ne, ahogy most látni, hogy néhol nagyon magasan lógnak le, azt még nem szabad, nem kellene még levágni, azért, mert a levél felületnek meg kell lenni, legalább a felső fültől 10 levél, mert az ugye az szedi a cukrot, meg az a tüdő. Temerinben a fiatalok saját fogyasztásra kisebb ültetvényeket telepítenek, és tanulják a borkészítés fortéjait. Jövedelem kiegészítést látnak a szőlészetben, de megélhetést csak nagy gazdaságra lehet alapozni. Lahos Imre 10 éve borászkodik, évi 1500 liter bort készít. Most szakosított tanfolyamon vesz részt. A borászatnak a fő műveleteit mutassák be, és ami a lényege ennél az iskolánál, hogy nem csak elméletben adják elő a tananyagot, hanem az iskolának létezik kettő tangazdasága is, ahol gyakorlatilag is be tudják mutatni az összes folyamatokat. Vajdaságban feltörekvőben van a szőlészet és a borászat, egyre keresettebbek a minőségi, valamint a házi borok. Dujmovics László a család földjein szőlő- és borparadicsomot hozott létre. 6 hektáron gazdálkodik, és világszerte ismertek a borai. Fiatalok nagy érdeklődést mutatnak, mindig tömegesebben vesznek részt a borbemutató kurzusokon, a borismerő kurzusokon, és hát mindig többen vannak olyanok, akik értenek is a borokhoz. Vajdaságban a becslések szerint 8-10 ezer hektáron termelnek szőlőt, és ebből készítenek bort. A termelők szerint a házi borok kelendőbbek, mint az ipari mennyiségben előállítottak. A nedők ára változó, a legolcsóbb literjéért 250, míg a minőségi borokért akár 1500 dinárt is kell fizetni. Kondicionálja a véredényeket és